A jelenlegi önkormányzati ciklus utolsó közgyűlését tartja a szombathelyi városvezetés. 22 pont szerepel a napirendben. Megújul az olatfalui sportpálya, kézilabda és kosárlabda pályákat alakítanak ki mintegy 10 millió forintból. Magabiztos győzelmet aratott első hazai felkészülési mérkőzésén a Falkó KC Szombathely kosárlabda csapata az osztrák Fürstenfeld ellen. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Maros Kis Adrien. Jó estét kívánok! A jelenlegi önkormányzati ciklus utolsó közgyűlését tartja a szombathelyi városvezetés. A csütörtöki tanácskozáson, nyílt ülésen 20 napi rendi pontot, zárt ajtók mögött további kettőt tárgyalnak meg. A Szent Márton terv is témát ad a ciklus utolsó tanácskozásán, és a már elkészített belváros rehabilitációs fejlesztési tervek is szerepelnek a csütörtöki napirenden. Várhatóan döntenek a VÁM és pénzügyőri igazgatóság elköltöztetéséről is a szombathelyi városvezetők. Téma lesz az idei büdzsé első fél évi gazdálkodásának eredménye, és egyúttal határoznak majd a 2014-es költségvetési rendelet módosításáról. Valószínűleg igazi politikai vita az ülés végére marad, amikor megvitatják a képviselők a beszámolót az előző közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Zárt ülésen az önkormányzati kitüntetések adományozásáról döntenek majd. Aki figyelemmel szeretné követni a Városházán történteket, az csütörtök délelőtt 9 órától megteheti a Szombathelyi Televízió honlapján, a www.stv.hu-n az online adás gombra kattintva. Megújul az olatfalui sportpálya. Egy kézilabda és két kosárlabda pálya létesül, aszfaltoznak, új kapukat, palánkokat szereznek be. A 10 millió forint értékű beruházás Lazári Viktor képviselői keretéből valósul meg. A városrészek identitását erősíti, ha olyan saját sportpályák, közösségi terek jönnek létre, ahol kikapcsolódhatnak az ott élők, hangzott el a szerdai helyszínbejáráson. Ássák és betonozzák a kosárlabda palánkok alapját, készül az új pálya. Jelenlegi állapotában sportolásra nem éppen ideális. Egyenetlen a felülete, megáll rajta a víz, a repedésekben nő a gaz. A felújítás során kialakítanak egy 40x20 méteres kézilabda pályát új alumínium kapukkal, valamint két kosárlabda pályát streetball palánkokkal. Aszfaltkopó réteget terítenek, és dróthálóval körbekerítik a pályát. Az adósságkonszolidáció nyitotta meg azt a lehetőséget, hogy az idei esztendőben fejlesztésekre is módunk van a különböző kerületekben, választókerületekben. A képviselők kaptak egy bizonyos összeget, keretet, és ebből a keretből gazdálkodhattak, úgymond. Ebből a keretből oldották meg azokat a legfontosabb dolgokat, amik lakossági igényként jelentkeztek. A Vörös Sándor óvoda kis ovisai és a városrészen élők szeptember végétől már egy rendezettebb környezetben sportolhatnak az oladi pályán. A beruházásnak a tervek szerint tavasszal második üteme is lesz. Kültéri asztaltenisz asztalokra, sakkasztalra gondoltunk, és lett egy petánkpálya, és hogyha belefér a költségvetésbe, akkor az megvalósításra kerül. Bízunk benne, hogy akkor ez is szolgálni fogja az itten élőknek a mindennapjait. A sportiskola és a park fenntartó felmérte a város kültéri sportpályáit. 20-nál is több van, mindegyikre ráférne kisebb-nagyobb felújítás, mondta az igazgató. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak erre. Lakossági fórumot tartott Szombathelyen Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint győzhet a baloldali összefogás a helyhatósági választáson, a Vasi megyeszékhelyen is. Egy szabad sziget lehet, ha a jelenlegi hatalommal szemben a baloldali jelöltekre szavaznak a helyiek az október 12-i önkormányzati választáson. Ezt mondta Szombathelyi Lakossági Fórumán a Demokratikus Koalíció elnöke. Gyurcsány Ferenc kiemelte, pártja erejét mutatja, hogy az ország összes megyéjében tudtak önálló listát állítani. A fórumon felszólalt Ipkovics György is. A baloldali pártok és szervezetek közös polgármester jelöltje arról beszélt, az elmúlt 4 évben a Fideszes
városvezetők azért tudtak fejlesztéseket avatni, mert jól dolgozott előttük a szocialista vezetés. A 2010-ben félbehagyott munkájukat folytatnák. Majdnem egy havi csapadék mennyiség lehullott már Szombathelyen szeptemberben. Az első őszi hónapban jellemzően 55 mm-nyi eső esik átlagosan. Közel ennyit mértek már a hónap első napjaiban a meteorológiai állomáson. Esős volt a nyár, bár rekordot nem döntött a csapadék mennyisége Szombathelyen. A szeptember sem lesz szárazabb, hiszen már a hónap első hetében közel annyi csapadék hullott, mint az egész hónap átlaga. 43 mm, gyakorlatilag 55 a havi átlag a szeptembernek, szóval hamarosan meg lesz. Szerintem holnapi nap biztos, mert több esik, valószínűleg 20 mm-nél. Úgyhogy én azt gyanítom, hogy ez is ilyen 100 körüli vagy 100 fölötti hónap lesz. Most látva az előrejelzéseket is, szóval nem csak ez a 3-4 nap lesz csapadékos, lesz még csapadék szeptemberben a 20-a utáni időszakban is. A csapadékos időszak nem tart ki a télig. A hosszú távú előrejelzések szerint száraz, de a tavainál hidegebb téli hónapokra számíthatunk Szombathelyen. A csapadékos időben javában tart a gomba szezon. Sokan kerekednek fel, hogy gombát szedjenek az erdőkben. Fontos azonban a bevizsgáltatás, hiszen az ehető gombák mellett a kosárba kerülhet egy-egy mérgező darab is. Aki nem szedi, hanem vásárolná a gombát, az a szombathelyi vásárcsarnokban sokféle bevizsgált kalaposból válogathat. Gombadömping van a szombathelyi vásárcsarnokban. Nem csak a gombafajták, az árak is széles skálán mozognak. Míg a laska gomba kilója 500-600 forintba kerül, addig például a vargánya kilónkénti ára elérheti a 2500 forintot, a nyulicáé, másik nevén a sárga róka gombáé pedig a 3500 forintot. Ez nyulica? Róka gomba? Akkor lenne baj, ha én nem tudnám. Nagy a forgalom a gombavizsgálónál, sokan bevizsgáltatják gombáikat, melyeket vagy maguk szedtek, vagy kaptak valakitől. Meskó Krisztián is bevizsgáltatta a szegfű gombáit, nehogy megbújjon köztük olyan, ami egészségére ártalmas lehet. Megmondom őszintén, nem értek a gombákhoz. Egy-kettőt felismerek, de a legutóbb is volt olyan arra példa, hogy az utolsó pillanatban keveredett egy olyan gomba a többi közé, amiről azt gondoltam, hogy ehető, és mégsem volt az. Van, aki minden alkalommal behozza a kapott gombáit bevizsgáltatni, hogy meggyőződhessen arról, mind ehető. Úgy kaptam a gombát, ez a reben gomba, de minden egyes alkalommal behozom megvizsgáltatni. Akkor tudom nyugodtan tenni a családomnak az asztalra, mivel hát a gombamérgezés az nagyon súlyos következményekkel jár. Folyamatosan érkeznek az emberek, jó és rossz gombák egyaránt kerülnek a vizsgálóasztalra. Jelenleg az őzláb és a galambgomba szezonja van, de hoznak rókagombát, vargányát, szegfűgombát is. Nagyon sok mérgező gomba van, amit az asztalra hoznak. Hát legelsősorban ugye általában mindenki áttörretteg a gyilkos galóca, abból sajnos elég nagy mennyiséget hoztak már be, és el kellett az egész gombatételt dobni. A gombaszakértő hozzátette, azok is hibáznak, akik meg vannak győződve arról, hogy ehető szegfűgombát szedtek. Szerdán 5-6 féle mérgező gomba volt, amelyek szegfűgombákból kerültek elő. Vas megyében ebben a szezonban nem történt gombamérgezés. Szombathelyi pillanatok a kultúrbuszon. Két kitüntetést kapott a Szombathelyi Vörös Sándor Színház a közelmúltban. Többen nyaraltak Vas megyében, mint tavaly. Rövid hírekkel folytatjuk. Szombathelyi pillanatok címmel nyílt meg az 5. tárlat a kultúrbuszon. Ezúttal az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit megörökítő fotók között utazhatnak a 30Y-os járattal a szombathelyiek és a turisták. Látható például a nemrégiben megújult, szivárvány színekben pompázó Barátság óvoda, az új parkoló a vasútállomáson, valamint a nagyszabású főtéri újraélesztési gyakorlat. Puskás Tivadar polgármester a tárlat megnyitóján azt mondta, a szombathelyi tömegközlekedés fontos része a kultúrát közvetítő járat, és jó ötlet volt a 30Y egy évvel ezelőtti újraindítása. A jelentős szombathelyi pillanatok két hónapig láthatóak a mozgó kiállító térben, az Agora ígérete szerint pedig a jövőben gyakrabban cserélődnek majd a fotósorozatok.
két kitüntetést kapott a szombathelyi Vörös Sándor Színház a közelmúltban. A kapitánó díjat a legélőbb színházi szövegért és rendezésért adják, ezt nyerte el Mohácsi István dramaturg és Mohácsi János rendező a Zűrzavaros Éjszaka című előadásért a nyíregyházi Vidor Fesztiválon. Közben a Mágnás Miska parafrázis a Városmajori Színházi szemlén szerepelt sikerrel. Külön díjat ítélt a zsűri Cukor Balázsnak és Khaled Abdo Saidának az operett merész átírásáért. Többen nyaraltak Vas megyében, mint tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb összesítése szerint a megye kereskedelmi szálláshelyein több mint 598 ezer vendégéjszakát regisztráltak július végéig. Ez a számadat majdnem 30 ezerrel több az egy évvel korábbinál. Vidékfejlesztési konferenciának adott otthont Ölbő. A keddi fórumon hivatalosan is felavatták a Szent Miklós gyógyfüves ház Kneipp kertjét. A tanácskozás egyik szervezője a szombathelyi egyházmegyei Karitász volt. Az egyházak közösség és vidékfejlesztésben betöltött szerepéről tanácskoztak az Ölbői Fórum meghívottjai. A találkozón arról is szó esett, milyen jó gyakorlatokat oszthatnak meg, illetve vehetnek át egymástól a résztvevők. Megváltozott munkaképességűek számára immár több üresen álló plébánián létrehoztunk egy olyan kis közösségi házat, ahol egyrészt nappali gondozásban részesülhetnek, de hogy ne csak egy közösségi foglalkoztatás legyen, hanem azon túl akár munkalehetőséget is kínáljunk, néhány üzemmel sikerült szerződést kötni. Az egyházmegyei Karitász vidéken élőket segítő programjának köszönhetően jött létre az Ölbői Szent Miklós gyógynövényház is. A példaértékű kezdeményezésen túl újabbak is létesülhetnek az egyházi és civil szervezetek mostani országos találkozójának segítségével. A fórum előadói azonban hangsúlyozták, a vidékfejlesztési tervek megvalósításához jóval több pénzre lenne szüksége a településeknek. Azt gondolom, hogy a 14-20-as Európai Uniós ciklusban talán azért van remény arra, hogy az eddiginél koncentráltabb és jobb támogatási formákat is tudjunk találni, mert ezek között az alapok között lesz valamilyen együttműködés és átjárhatóság, és az együttműködést azt az Unió úgy tűnik, hogy jövőben hangsúlyosabban fogja az eddiginél is támogatni. A vidékfejlesztési fórum részeként Ölbőn Veres András megyés püspök mondott áldást a hivatalosan ez alkalommal átadott Szent Miklós gyógyfüves ház Kneipp kertjére. Magabiztos győzelmet aratott első hazai felkészülési mérkőzésén a Falkó KC szombathelyi kosárlabda csapata. A vasi sárga-feketék az osztrák Fürstenfeld együttesét verték az Aréna Szaváriában 106-81-re. Sok néző előtt ebből adódóan határozottan jó hangulatban játszotta le első hazai edzőmeccsét a 2014-2015-ös szezonra hangoló Falkó KC szombathelyi kosárcsapata az Aréna Szaváriában. Vil Tamásék főként a második félidőben mutatott teljesítményüknek köszönhetően 106-81 arányban győzték le osztrák ellenfelüket. A több mint 100 dobott pont remek támadójátékot sejtett, viszont a 81 kapott nem éppen jó védekezést. Laci lett az edző, úgy gondolom, hogy erre mindenki számított, hogy körülbelül így fogunk majd dobni. Nagyon remélem, hogy majd a szezonban is így fogunk dobni. De mondom még egyszer, hogy ha a védekezésünk jobb lesz, akkor a Fürstenfeldnél erősebb csapatok ellen is tudunk majd nyerni. Nagyon fontos lesz, mert ugye az nem jó, hogyha mi sokat dobunk, de az ellenfél még többet. A Falkó gándája a felkészülés derekán jár még, így a csapat folyamatosan erős fizikális megterhelést kap az edzéseken. Ezt is figyelembe véve a Fürstenfeld ellen mutatott játék több mint biztatónak mondható. Láttam az akaratot, hogy igyekeztek a játékosok, az egy más kérdés, hogy most lehet, hogy a lábuk egy kicsit fáradtabb és nem értek oda, de mondom, a felkészülés elején vagyunk, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív volt. A szombathelyi csapat a hétvégén egy ausztriai erőfelmérőn vesz részt, azt követően pedig a hazai rendezésű Horváth Zoltán emléktornán szerepel majd, ahol olyan erős csapatokkal mérheti össze a tudását, mint a Szolnoki Olaj, vagy éppen a Paksi atomerőműese. A szombathelyi televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg.
Friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. We'll be right back.